Meditáció, önismeret, egészséges lélek, mert hát nagyon fontos, hogy épp testben, épp lelkünk legyen. Hát többek között ezekről fogunk ma beszélgetni, és köszöntöm Önöket, Ázsót Balom Zsanett a vendégem. Az a fehérvári hölgy, akit talán mondhatom, hogy már jó sok évvel ezelőtt magával ragadott többek között például a spiritualizmus világa, a spirituális gyógyítás módjai. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást. Talán egy kicsit utazzunk együtt az időben, és mesélj arról, hogy hol is indult a te történeted és a spiritualizmus története, mert hát ebben a műsorban érdekes történeteket és érdekes embereket szoktunk bemutatni, és én azt gondolom, hogy te egy valóban érdekes és értékes ember vagy a te magad történetével. Hol kezdődött ez a történet? Hát köszönöm szépen. Tulajdonképpen nekem a hétköznapokból indult ki ez az önismereti út. Elég stresszes munkában dolgozom a mai napig, és én emellett úgy gondoltam, hogy valahogy ezt ki kell egyensúlyozni. Szerintem sokunk működik így, hogy végzi a munkáját, és valahol elmennek a napok, és nem tudja, hogy hol van ő maga az egész életében. Nekem ez meditációkkal kezdődött, barátnőm meggyőzött, hogy menjünk együtt. Én az a típus voltam, aki előre küldte a barátnőket, próbáljon ki mindent, ha jó és hiteles, akkor én mentem. És ez egy olyan 8-9 éve kezdődött nálam, ennek a szeretete, és igazából mindenféle módszert nagyon szívesen most már kipróbálok. Én magam is alkalmazom, másokon, önmagamon, és nagyon szeretek tanulni, és új ismeretekkel bővíteni az eszköztáramat. Mik pontosan ezek a módszerek, amiket az előbb mondtál, mert ezek nagyon érdekesek, és úgy tudom, hogy pontosan az az egyik célod, hogy minél szélesebb körben ez népszerűvé váljon. Mik ezek a módszerek pontosan? Így van, a fő vonalam az a coaching. Ez tulajdonképpen egy támogató beszélgetés, ahol az önmagad válaszait és megoldásait tudod megtalálni. Nekem most ez ad keretet minden máshoz. Ebben hiszek, hogy mindenkinek megvan a saját sors feladatához a saját megoldása. És emellett én a Theta Healinggel is foglalkozom. Ez mi pontosan? Mert talán ezt még a mai ember nem annyira ismeri, hallottunk már róla, de pontosan mit jelent ez? Igen, ez tulajdonképpen egy módszer és eszköztár. Abban tud segíteni, hogy könnyedén ránézzünk a mindennapjaink működésére, én ezt így fogalmaznám meg. Minél több embert fogsz kérdezni, aki ezzel foglalkozik, mindenki egy kicsit más irányból közelíti meg. Én nagyon szeretem a gyakorlatias dolgokat, és hogy a mindennapokra le tudjuk hozni a módszereket. Tulajdonképpen maga a téta, az a tudatállapot, amikor, ha így elképzeled, mielőtt elalszol, és közvetlenül miután felébredsz, ez a tudatszint. Ekkor nagyon könnyedén hozzáférünk a tudatalatti tartalmainkhoz. És tulajdonképpen a Theta Healing segítségével ezekhez a tartalmakhoz, mintákhoz, hitrendszerekhez tudsz hozzáférni. Nyitottak erre a mai emberek? Hogy látod egyébként? Én azt látom, hogyha megértik, hogy mi ez, és hogyha egy kicsit kivesszük a misztikum köréből, akkor ezt erre vevők és erre érdeklődők is vannak. Az a tapasztalatom, hogy kicsit maga az önismeret is, mint olyan sokaknak egy ilyen boszorkányság, mondjuk azt, hogy ó, ez időpazarlás. Pedig milyen fontos lenne, hogy önmagunkat ismerjük igazán. Így van, mert ugye mikor a mindennapok mennek, és azt érzed, hogy megint eltelt egy nap, és csak csinálom, akkor jön el ez a mókuskerék effektus. És nagyon fontos, mint egy ilyen saját magam minőség ellenőre, hogy időt szánjak arra, hogy mi is történik most velem, miben vagyok benne. Ez a célomhoz vezet-e? Van egyáltalán célom? Megfogalmaztam-e valaha a célokat? Pedig hát ezért vagyunk.
itt a Földön mindenkinek kell, hogy legyen valami célja. Így van. Hogyan szoktad egyébként például erre rávezetni az embereket, hogy mennyire fontos, hogy mindig legyen kisebb, apróbb, nagyobb céljuk az életben? Én nagyon szeretek mesélni, tehát a saját tapasztalataimból. Én szeretem, hogyha úgy látnak engem is az emberek, akik esetleg hozzám fordulnak, hogy egy folyamatban vagyok én is. Tehát az nagyon fontos, hogy ne azt gondoljuk, hogy egy embert kell követnünk. Egy ember kísérni tud minket a folyamatban, az úton, és akkor visszacsatolva, ahogy a Theta Healing vagy a coaching, ezek módszerek és eszközök, és nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy ezek eszközök, és a célt nekünk kell meghatározni, és ebben tudunk segíteni, akik ilyen szakmában vannak. Említetted néhány nappal ezelőtt nekem, hogy folyamatosan fejleszted magad, és tanfolyamokra jártál, jársz, tehát fontos neked az, hogy mindig friss tudással és információval rendelkezz, illetve, hogy a családod mindig nyomon követi a te munkásságodat. Visszakapcsolódva ennek kapcsán a tétához, azt jól tudom-e, hogy például azt a családon nem szabad alkalmazni? Kin szabad, kin nem? Ezt te hogyan látod, hogy vélekedsz róla? Szabad. Szabad. Bárkin. Így van. Fontos az, hogy tudjuk, hogy a családból jövünk, a családból hozzuk a mintáinkat. Tehát talán ebben egyet tudok érteni, de nem szabad kérdésben, hanem hogy tudjam, hogy minek milyen hatása van. Igen. Nagyon sok mintát és hitrendszert a gyerekkorunkból hozunk. Ott tanulunk meg mindent. Ezek tudatalatti mintákká válnak, a tudatalatti a barátunk. Ő biztonságra törekszik, és hogy könnyedén működhessünk az életbe. Levonunk tanulságokat, igen, elrakjuk jól hátra, és abból tudunk működni, abból van egy reakciónk. És tulajdonképpen a család, amikor dolgozol a családodon, akkor önmagadon is dolgozol, és nálad is elindulnak a folyamatok, úgyhogy önmagában nagyon jó dolog a családdal együtt dolgozni. Tudni kell, hogy magaddal is dolgozol. Te mit tapasztalsz magadon azóta, mióta elkezdtél ilyen téren gondolkodni, foglalkozni ezzel az egész témával? Mert hogy ugye papíron te vámügyintéző vagy lakberendező, TB ügyintéző, nagyon sok papírral rendelkezel és szakmával, és azt is mondtad ugye itt a műsor elején már, hogy a stresszes munka is egy kicsit próbált téged arra sarkalni tulajdonképpen, hogy bizony elkezdj egy kicsit az önismerettel foglalkozni, a meditációval, és hogy ugye így jutottál el a Theta Healinghez is. Egy kicsit mesélj nekem arról, hogy hogyan függ össze, hogy te coach vagy, Theta Healing konzulens és emberi erőforrás tanácsadó. Összefügg ez, vagy ezeket te szét szoktad választani a mindennapai során? Amikor ide készültem hozzád, próbáltam szétválasztani, és azt mondani, hogy majd én a munkámról nem beszélek, hiszen én most más minőségben vagyok itt, de egy ember vagyok, tehát mindegyik valahogy beépül. Amiket az elején felsoroltál, nem is foglalkozom ezekkel, ezeket tanultam, nagyon elveszettnek találtam magam a pályaválasztásban. Nem, viszont olyan kapcsolatok, olyan tapasztalatok jöttek onnan, amik fontosak a mai napig. A munkám, amiben jelenleg 12. éve vagyok, sőt 13. most már, az abban segít, hogy az embereket jobban megismerjem. És amit tanulok mellette, az valahol így egyszer csak összeér. Én most érzem ezt, hogy összeért. A Theta Healing abban segített, hogy rájöjjek a mintákra, illetve egyáltalán a mindennapokban felismerjem azt, hogy valami most nem jó, most nem abba az irányba megyek, és egyáltalán meg tudjak célokat fogalmazni. Kiegyensúlyozottabb vagy, amióta ebben ennyire benne vagy? Igen, mondhatni. Mindenkinek vannak mélypontjai, ez természetes. Tehát én abban nem hiszek, hogy mindig a hurrá optimizmusban kell élni, mert az egy érzelem elnyomás, és az is jellemző, amit tapasztalok, hogy sokan nem is ismerik az érzéseket.
és akkor ez is jöhet generációs mintából, aha, jöhet családi mintából, hogy nem élhetjük meg az érzéseinket, jöhet egy iskolai, óvodai tapasztalatból, és ezt felnőtt korban visszahozni, hogy érzelmeken keresztül dolgozzunk, tulajdonképpen a coaching és a téta is erre egy nagyon jó irányvonal, hogy ismerjük fel akár a dühöt, és nézzük meg, hogy azt hogyan tudjuk átfordítani, vagy egyszerűen ismerjük el, hogy most dühös vagyok, most félek, és ismerjük fel ezt az érzést. Meditáció segít ebben egyébként? Igen, abszolút szerintem. Hogyan kell meditálni egyébként? Mi az, amit javasolsz mondjuk egy olyan embernek, aki még soha nem próbálta ki? Uh-huh. Otthon, munkahelyen, hol lehet ezt csinálni? Hogyan kezdjünk bele? Hát a mesterek azt mondják, hogy bárhol meditálhatsz, uh-huh, és hogyha belegondolunk, akkor egy sporttevékenység, egy otthoni mosogatás is lehet meditatív. Ennek nem vagyok annyira szakértője, hogy én olyan mélyen belemenjek, hogy pontosan milyen szintek vannak. Inkább azt mondom, hogy gyakorlom, és tartok is meditációkat. Kertészkedni is szoktál, így van, mondtad nekem nem is rég, és hogy az is egyfajta meditáció. Igen, abszolút a mondásom, hogy a kertem az én pszichológusom, mert hogy abban is meg lehet találni ezt az állapotot. Aki most kezdené, vagy óckodik tőle, én azt javaslom, hogy kezdje egy relaxációval, egy légzésfigyeléssel, egy testérzetfigyeléssel, és akkor onnantól, ami tetszik neki, nagyon sok forrás van az interneten ma már. Most egy picit korlátozottak vagyunk abban, hogy személyesen nem tudunk találkozni, de bárki, aki szimpatikus, azt próbálják ki, nincs veszíteni való, én úgy gondolom. Te hogy szoktad magadat érezni egy ilyen meditáció után? Hú, hát az feltöltő, az ilyen lebegő érzés. Ha én tartom, akkor a családom nagy segítség abban, hogy ők összepakolnak például a végén, mert ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy földelni kell, aha, tehát nagyon olyan tudatszinten tud lenni az ember, hogy utána az, hogy összepakoljam az eszközeimet. Tehát annyira lenyugszol, és hogy igen, akkor ebben segítenek, igen, utána például, igen, a családtagok. Igen. Hogyan viszonyult a családod akkor ahhoz, amikor eldöntötted, hogy te inkább szeretnél egy ilyen utat is kipróbálni? Nyitottak voltak egyébként? Igen. Az én korlátom volt, hogy azt gondoltam, hogy nem. Hogy ez olyan, hát nem biztos, hogy ezt akár felvállalni nyilvánosan, akár a család előtt, de nyilván ez az én hitrendszerem volt. Ezt akartam éppen mondani, igen, ez mindenkinek a maga hitrendszer, és én azt gondolom, hogy ez abszolút rendben van a mai világban, hogyha nyitunk egy ilyen dolog felé, vagy egy ilyen információ felé. Miért fontos szerinted, hogy itt 2021-ben, amikor tényleg egy földrengésen túl vagyunk remélhetőleg hamarosan lassan egy koronavírus járványon, hogy ilyenkor bizony egy kicsit az önismeretre fókuszáljunk, egy kicsit lenyugodjunk, befele figyeljünk? De egyrészt, hogyha kifele nem megy, nem mehetünk, akkor mindig van választásunk. Jó, itt most nyilván nem arra gondolok, hogy akik elvesztették a munkájukat, akkor most otthon könnyedén nekiállnak meditálni, de érdemes megnézni, hogy biztosan nincs választás, hogy szeretem a nyitott kérdéseket bedobni egy-egy reggel, hogy milyen lehetőségem van még, és ezzel megnyitom a tudatomat, igen, arra, hogy észrevegyem. Tehát nem varázslás történik, hanem egyszerűen engedélyt adok a tudatalattimnak, hogy figyelmes legyen a lehetőségekre. És ez a befelé fordulás is, most egy nagyon érdekes szituációban voltam, valaki azt mondta, hogy ráérnek erre az emberek, de tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ha nem szánok magamra időt, és hogy összerakjam azt, hogy én mit akarok egyáltalán, akkor kifolyik az életem a kezemből. Főleg ebben a pörgős világban, amiben élünk most. Így van, hogyha nincs fókusz, akkor nincs meg a lépés, hogy mi a következő, csak vagyok. Ugye fontosnak tartod, hogy mindig képezd magad, most benne vagy-e valamiben?
egyébként? Most éppen konkrétat nem tanulok, de mindig van egy-egy olyan előadás, vagy képzés, ami akár már foglalkoztat is, előre. Igen, most éppen ami nagyon érdekesnek és hatékonynak tartok, az a légzésterápia. Ezt hogy kell nekünk elképzelni? Mert olyan nagyon egyszerűnek tűnik így kimondva, hogy légzésterápia. A levegővétel ugye a mindennapunk, a mindenünknek a része tulajdonképpen, de nem annyira egyszerű ez, mint ahogy ezt így kimondjuk, hogy légzésterápia. Hogy van ez? Tulajdonképpen ez is pont egy olyan dolog, hogy megtörténik velünk, természetes, hogy lélegzünk, de hogy hogyan tesszük ezt, az nem mindegy. Ugye fel tudjuk pörgetni magunkat által, le tudjuk nyugtatni magunkat, tehát hogy ez is egy olyan módszer, hogyha figyelünk rá, irányítjuk, és ezáltal gyakorlatokat végzünk, akkor egy gyógyító folyamat beindul a szervezetbe, megfelelő oxigén és széndioxid ellátottsága van a sejteknek. Ez megint csak nem az én területem, engem ez érdekel, és mint magánszemély nagyon szívesen csatlakozom ezekhez a képzésekhez, úgyhogy most nekem ez a legújabb. Ezt nem biztos, hogy én olyan szinten fogom megtanulni, hogy ezt gyakoroltassam másokkal, de... De magadon minden bizonnyal már kipróbáltad, nem is egyszer, így gondolom. Így van. Milyen előadásokat szoktál tartani? Mert én tényleg azt gondolom, megint csak visszakanyarodva a 2021-es évünkre, illetve a 2020-asra, nem egyszerű időszakon vagyunk túl, és nem egyszerű időszakban vagyunk még mindig benne. Fontos, hogy egy kicsit elmélyüljünk, te konkrétan milyen előadásokkal szoktál szolgálni, ahogy én tudom, most ugye az online térben is előfordul. Igen. Egy-egy videó. Így van. Ez egy kihívás volt különben szerintem mindenki számára, hogy egy kicsit megbarátkozzunk az online világgal, mert szeretünk személyesen találkozni. Nekem most az idei év szívügye a cél meghatározás, tehát hogy hogyan tudunk magunknak célokat kitűzni, honnan érezzük azt, hogy az a mi célunk. Sokszor nem a saját céljainkat követjük. Társadalmi elvárást, szülői, családi, mind a mellett, hogy nem bűnbakkeresésbe esünk át. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha rá is látunk, hogy az édesanyám céljait követem, vagy a párom céljait, és ez nem az enyém, akkor ezt milyen módon tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk a saját céljainkat meghatározni, hogyan tudunk addig eljutni, vagy hogyan tudjuk azt mondani, hogy most már nem ez a célom, illetve ami nekem egy nagy veszőparipám, hogy vegyük észre, ha elértük a célt, és akkor lehet ünnepelni. Mert hogy ezt el szoktuk felejteni. Megvan, túlestünk rajta, pipa, vagy egyszerűen a fiókban landul egy bizonyítvány, de az ünneplés az fontos. Hozzád, mint coach, ilyenekkel is szoktak fordulni? Igen. Ilyen problémákkal, mondjuk, hogy céltalan valaki? Nyilván konkrét példákat nem emelhetsz ki, mert valamilyen szinten, illetve hát teljes mértékig egy bizonyos titoktartás, azt gondolom, hogy a te részedről is fontos, hogy meglegyen a kliensek felé, de általánosságban mi az, amivel fordulnak hozzád, főként most ebben az időszakban? Igen, a coaching alapvetően egy itt és mostból kiinduló és jövőbe tekintő folyamat. Ez azt jelenti, hogy felismerjük, hogy most miben vagyunk benne, ebben tudok támogatást nyújtani, hogy segítek egyáltalán ránézni, hogy most hol van a kliens, és hova szeretne eljutni. És nagyon sokszor ott van az elakadás, hogy nem tudja, hogy hova szeretne eljutni, annyit érez, hogy most nem jó, most valami feszít, változtatni szeretnék, és akkor tulajdonképpen egy teljes spektrumot ki tudunk dolgozni, és ez mindig folyamat jelleg. Ez nagyon fontos, hogy például a Theta Healing-gel tudunk egy-egy alkalmat szakítani rá, és csak egy alkalommal dolgozni, de én ott is szoktam javasolni, hogy legyen egy folyamat jellege. A coaching mindenképpen az, tehát ez egy 5 alkalmas minimum.
Ez a Theta Healing, ugye, ha jól tudom, és ha jól olvastam, az Amerikai Egyesült Államokból származó, tulajdonképpen alternatív gyógyászati módszernek. Egy energiagyógyászati módszer, de tulajdonképpen egy eszköztárat is ad, illetve egy módszertan. Mondhatjuk, hogy akár mondjuk gyógyszerek nélkül is képesek vagyunk, nem minden esetben, de azért sok esetben gyógyítani magunkat, így főként van, a lelkünket. Az öngyógyítás az mindenféle eszköz rendelkezésünkre áll. Minden terapeuta, segítő azt szokta mondani, hogy természetesen az orvoslás nagyon fontos, és ha olyan tünet van, olyan betegség van, akkor az orvost meg kell keresni, tehát nem helyettesíti. Ezt mindig fontos hangsúlyozni, és mindig fontos felismerni egy folyamatban, hogyha az már nem, ez nem a mi kompetenciánkhoz tartozik, hanem esetleg egy komolyabb beavatkozást igényel, viszont én abban hiszek, hogy lelki eredetűek a betegségeink. Az előadásokat kérdezted, hogy mit nézek szívesen, vagy mivel foglalkozom. A biológika számomra egy olyan eszköz még, vagy háttér, amit nagyon szívesen hallgatok, olvasok. Ugyanról csak így röviden, hogy egy adott biológiai konfliktus váltja ki a tünetet, és teljesen más nézőpont nem a tünetet kezeli, hanem mögé néz, hogy mi okozta azt a tünetet, és annak a feloldásával az megszüntethető. Milyen érdekes, hogy mi mit okozhat tényleg, és hogy mennyire sokan még nem tudják, hogy mi magunk mondjuk mennyit tehetünk azért, hogy ezeket, amiket itt az előbb felsoroltál, hogy elkerüljük, vagy legalábbis kilábaljunk belőle, akár egy-egy betegségből, de mindinkább és mindenek előtt a lelki sérelmeinkből. Ugye itt Theta coach, ugye Theta konzulens, Theta healing konzulens elnézést, nagyon érdekes, hogy azért itt külön-külön is lehetne órákat beszélni ezekről, a foglalkozásokról és ezekről a témakörökről, de ugye minek után te ezt mindet így egyben magadba szippantottad, így meg aztán még többet. Hogyha valaki esetleg kedvet kapott szerinted ahhoz, hogy ezzel mondjuk foglalkozzon, akkor hogyan induljon el ezen az úton, egyáltalán kiket kell ilyenkor felkeresni, milyen lehetőségek vannak ma Magyarországon arra, hogy ilyen coach legyen valakiből, mint amilyen te vagy, vagy ilyen konzulens. Tehát hogy induljunk el ezen az úton? Igazából én azt mondom, hogy bármi megtetszik, vágjon bele. Tehát bármihez hívást érez, azt kezdje el, ha egy tanfolyam, ha csak egy alkalom, amit kipróbálna. Ha teljesen nulláról kezdi, akkor érdemes először önmagunkon dolgozni, és utána képzést, ha mondjuk coach szeretne lenni. Azért nem rossz, ha van egy elő munkája önmagával, de különben nem feltétel, ezt a képzés során tudja gyakorolni, hogy milyen is az önmunka. Tehát akkor előbb fontos, hogy magunkat ismerjük, meg amennyire lehet, én azt és mondom, csak utána foglalkozzunk másokkal, ilyen esetben. Én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a kliensünk min megy át. Tehát ha a folyamatot, az eszközt, amit használok, azt én ismerem, akkor biztonsággal tudom alkalmazni. Theta healingre vannak különböző képzések, oda bárki előképzettség nélkül mehet, nagyon érdekes tud lenni kezdőként is, vagy pedig tapasztalt, úgymond önmunkásként is ez a folyamat. Mit adott neked a Theta healing konzulensi témakör, illetve maga ez a foglalkozás, az, hogy te coach vagy, az, hogy te ezekkel a dolgokkal foglalkozol majdnem 10 éve. Azért ez egy évtized, tehát nem kevés idő. Hogyha egy-két mondatban össze kéne foglalni, mi az, amit adott neked az az elmúlt egy évtized? Én azt mondanám, hogy magabiztosságot, egy olyan eszközt a mindennapjaimban, amit tudok alkalmazni, hogy felismerem, ha benne vagyok valamilyen szituációban, és a felismerés tudatosítás által a kezemben van az a felelősség, hogy reagálhatok máshogy.
és ha máshogy reagálok, akkor a környezetem is máshogy reagál rám. És azt gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon erős eszköz, és egy nagyon könnyen elérhető lehetőség, ami fontos, hogy vágjunk bele, és ha bárkinek csak egy pici ösztönzése van arra, hogy elinduljon, akkor induljon el, mert felelősek vagyunk a saját életünkért. Hát azt gondolom, hogy ennél stílszerűbb és jobban összefoglalt mondattal be sem fejezhettük volna ezt a mai beszélgetést. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, mert nagyon hasznos és hatékony információkat osztottál meg velünk és a nézőkkel. Köszönöm, hogy itt voltál, és várunk vissza legközelebb is, ha úgy alakul, és hogyha újabb témákban esetleg lenne kedved megosztani a nézőkkel a tapasztalataidat. Nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Azt gondolom, hogy ismét egy példaértékű beszélgetésnek lehettek szemtanúi. Tartsanak velünk legközelebb is, a mai vendégünk Ázsót Balom Zsanett volt. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!